kezdem a mai találkozónkat. Született Csörögi Eszter, Dienes Eszter. Tanító képzős kora óta ismer, pályafutása során mindenhol, ahol népművelőként, majd könyvtárosként dolgozott, én jelen voltam, és ezt a dalt mindenhol elénekeltem. Legyen ez a dal, kezdő ének. Azoknak írtam, akik szeretnek olvasni. Minden szakasz háromsoros, minden sor két szóból van, a második szó mindig ugyanaz. Erről azt gondoltam, hogy mindenkinek jár. Aki ugyanígy gondolja, mondja velem a második szót, ami mindig ugyanaz, de a szó nem más, az a szó. Mindenkinek. Ez meg a tiéd. Kicsi, ez meg a tiéd. Össze ne veszél rajta. Tessék, már is veszél. Ilyenek ezek a tiédek. Előbb egyeztünk meg, neked nem kötelező, 50-et le lehet vonni. Neked nem kötelező, mert akkor eltűnnél. A refrén így szól, tiszta forrás, szép szó, ez legyen a jelszó, és legyél a barátom. Boldogságot mindenkinek, barátságot mindenkinek, becsületet mindenkinek, tiszta forrás, szép szó, ez legyen a jelsz, és legyél a barátom, és legyél a barátom. Tiszteletet mindenkinek, tisztaságot mindenkinek, tisztességet mindenkinek, ó, tiszta forrás, szép szó, ez legyen a jelsz. Legyen a barátom, és legyél a barátom. Fiúk, azt is mondhatják, hogy barátnő, ne ér rám nézzetek. Igazságot mindenkinek, irodalmat mindenkinek, ítéletet mindenkinek, tiszta forrás, szép szó, ez legyen a jelszó. És legyél a barátom. Szerelmet minden, szép beszédet minden, szabadságot mindenkinek, tiszta forrás, szép szó, ez legyen a jelszó. És legyél a barátom. Tiszta forrás, ez legyen a jelszó, és legyél a barátom. Szeretettel köszöntök én is mindenkit ezen a rendhagyó péntek délutánon. Kérem, közösen emlékezzünk meg Dienes Eszterre. Én, Dienes Eszter. Bárcsak emlékezhetnék még arra a májusi napra 49-ben, amikor világra jöttem Kunhegyesen. Anyám Dienes Julianna tartott a karjaiban, apám Csörögi Péter örvendett, hogy lánya született. Mindketten fizikai dolgozók voltak. Édesanyám rolnizó, édesapám írástudatlan kubikus TS-tag, aki rettentő büszke volt olvasni tudó lányára. Hálás is vagyok nekik, hogy iskoláztattak. Szegényt egy vonatszerencsétlenség vitte el 1973-ban, édesanyám 76-ban követte. Addigra elvégeztem elemi és középiskoláimat Kunhegyesen. Olyan volt a gyerekkorom, mint a ház pincéjében élő denevérek, a vak madarak. Csak éreztem, nem láttam.
viszont repültem. Érettség után dolgoztam is valamennyit a fővárosban, majd a debreceni tanítóképzőn végeztem el népművelés könyvtárszakot. Ahogy az életnek mennie kellett akkoriban, hamar férjezett lettem. 71-ben Tusz Imrével kisfiunk is született, Attila. Anyám halála azonban annyira megviselte életemet, hogy különválásunk után a házasságunk felbontása is megtörtént. Akkoriban már Kunhegyesen voltam megbízott igazgató, ám a válás után annak érdekében, hogy Attila velem maradjon, váltanom kellett, és átkerültem Tiszabőre. A beilleszkedés nem ment. A bíróság sem nekem ítélte a kisfiamat. Lelkem örökgyászba borult. Könnyem, ha hull, pergetek gyöngyszemet. Nem vagyok bátor, csak vértezett. Vasárnapi anyuka maradtam. Hiányodtól fázom éjjelente, tegnap is holnap között rólad motyogok reggelente, ha előttem biceg a köd. Meg annyi veszteséggel, sosem volt kincsekkel, a hátam mögött 26 évesen kezdtem verselni. Ha ászpolitikát kellene választanom, saját szavaimat vízhangoznám. Magányom az élet, a világ, az emberi sorsok olyan összefüggéseit láttatta meg velem, melyekre régen nem figyeltem oda. És elkezdtem írni. Egyszer csak ott állt a papíron egy vers. Kicsit kótyagos volt, kicsit idétlen. Másnap igazítottam rajta, és ezt harmadnap is megtettem. Lett valamim, ami az enyém volt. Nekem a vers sors, játék, katarzis, döbbenet, falat kenyér. Verseket írok magamnak, másokért. Így továbbálltam Törökszentmiklósra, ahol a befogadó és segítőkész kollektíva része lettem. Először népművelőként, majd később könyvtárosként dolgoztam. Így ajánlottam magamat. Könyvtáros még sosem voltam. Kérem, próbáljon ki. Az élet haladt tovább. Nyughatatlan szívem Ladányi Mihály személyében új társa talált, ez az etűd 2 évig tartott. Jó kis idők voltak. Írótáborba jártunk, zajlott az élet. Mormolj szerelmet, időtlen tengert. Kenj fel arcodra pirosat, vegyszert. Úgy is kiderül, kik vagyunk, kedves. Arcunk sötétül, akár a szedres. Elmégy, és én is messzere megyek. Beköpik szívünk, zöld ruhás legyek. Amikor elmentél, sírni nem engedtél. Köpönyek hosszú út, lenni is út, fenn is út. Lenni is fut, fenn is fut. Köpönyek hosszú út. Engem itt felettél, jó Ladányi Miska, nem tudod, mit tettél. Kezdtek megjelenni verseim, hozta őket a Nőklapja, a Jászkonság, a Forrás, közben megismerkedtem Körmendi Lajossal és a Karcagi Ellenzéki Körrel. 1980-ban 7 versem jött a Mozgóvilágban. Ez időben ismerkedtem meg, és kötöttem házasságot Szecsei Tiborral, akitől 81-ben megszületett Veronika lányom, akit fiúnak vártam. Őket kárpótlásnak tekintem Attiláért cserébe, de a veszteség már örök. Törökszentmiklóson jól éreztem magam, dolgoztam, tettem a közösségért, egészen addig, amíg le nem százalékoltak 1990. májusában. 41 év telt el addig az életemből. 10 évnyi hullámvölgy, mélypontok, rengeteg gyógyszer és félrekezelés. Többszöri öngyilkosság után rátaláltam az utamra, írtam, újra megjelentem az irodalmi sajtóban. Mit írhatnék a Dili házból? Árammal veretik testem. Ölelésedből kiestem. Esti ködökben kékre mártva nagy virágok ülnek szemembe. Mindegyik te vagy. Tőből lemecve. Talán álmodsz vagy képzelődsz? Így múlik el a délelőtt, így múlik el a délután. Ha kés előtte, vagy kés utána. 2006-ra már a 4. verses kötetem készült el. Éltünk félpénzen, viszont egész reményen. 4 kötetnyi verseimmel a közönség és a szűkebb szakma is befogadott. Író-olvasó találkozókon tartottuk a kapcsolatot. Verseimet megzenésítették. Ezek a kötetek biztosítják számomra az igazi maradandóságot,
ahogy gyermekeim és ő drága unokám is. A versírás mellett a másik szenvedélyem a cigaretta volt. Arról még nagybetegen sem tudtam lemondani, csak életem utolsó 4 évében. Élve megmaradva, meghalni volna jó. Voltam Csörögi Eszter, Virág Julianna, Tusz Imréné, Szecsei Tiborné, Dienes Eszter, de mindenek előtt költő. Most pedig 2014. decemberében fekszem a parton, halott vagyok. Elér a tenger, számba csorog. Fekszem hanyatt a nagy vízen, égszínű, vagy zöld, vagy milyen? Mi ez a hűs, simító csend? Emlékszem, kunyhód volt ilyen. Homoktengeren kis sziget, asszony voltam, te emberem. 5 verset mutatok meg, amely erre a napra készült. A kis füzet, amit elkészítettünk, néhányan jutott ide az asztalokra. Tessenek majd nézegetni. Egyetlen szócska hiányzik benne, az, hogy rubbátó, az azt jelenti, hogy szöveg beszélve. Tulajdonképpen a költemény mi? A költemény egy belső ritmusokkal felszerelt kicsinke szöveg, amely nagyon-nagyon mély érzéseket, gondolatokat kíván közölni. Van, hogy felületesen hinnénk távolról, de ha közelebb megyünk hozzá, ha a dallam még segít is, akkor már 2 ember hozza létre, a költő és a zeneszerző, ez esetben még az énekes is itt van, és önök, akik ezt meghallgatják. Kedves barátaim, a félálomban majd a többiek egymás után eléneklenek. Ma este még egyszer elővesszük ezeket a dalokat, csak most bemutatkozásként hallgassák meg őket. Kicsi kis lehelletek Dienes Esztertől. Felemel elrejt, hordoz az este, vízszintes árnyam hull leveletre. Leskel az alkony, bújik a csillag, aki ma itt volt, holnapra itt vagy. Örög a levél, pihen a szárnyam, gyermekkoromban anyámmal háltam. Megvan az ágyunk, megvan a szárnyam, anyám még fülött messzi határban. Apám a harmad, anyámon csillog, elűzik számról messze a szitkot. Felemel elejt, hordoz az este, vízszintes árnyam hull levelekre. Ez egy tiszta pentaton ének volt, azért, mert ez egy pentaton vers. A Csókolla című verset mutatom meg. Álmodni szabad, alig múlt éjfél, tegnap indultál, éveket késtél. Légy a vendégem, vadmadaras nyárban, ahol feljön, udvaromba várlak. Borzongok, félek, várok a fákkal, csókollak fénnyel, ölellek nyárral. Álmodni szabad, alig múlt éjfél, tegnap indultál, éveket késtél. Úgy ismételném a következő második szakaszt, hogy légy a vendégem, vadmadaras nyár van, ahol.
hold feljön, udvaromba várlak, és tovább. Borzongok, félek, várok a fákkal, csókollak fényjel, ölellek nyárral. Mert álmodni szabad, alig múlt éjfél, tegnap indultál, éveket késtél. Én azt szeretem, ha egy vers és a zene, dallam és a zene mellé rendelőek lesznek, mint a nagy kamasz fiú végre az első kis leány, aki vele szóba áll, és hajlandó végigmenni vele a főutcán, a katolikus templomt, a református templom. És mennek egymás mellett, nagy kajla lépteivel megy a fiú, melletteti meg a kislány, a kis 34-es lábaival, a másik lába 35-ös. De ez, ha megy előre, egyik lábát szorítja, 34-es szipő, az, amelyik 35-ös lábba van. És mennek, mennek, de a második sétánál a fiú már kicsit kisebbet lép, a lány nagyobb bacskát, már 35-ös mind a két cipő, és nem szorítja az egyik a másik. És bizony, a harmadik sétánál egyformán lépnek. Mert ilyen a jó vers és a jó zene együtt van. Hát ilyeneket próbálok maguknak mutatni. Íme a túl kevés. Két méter hallgatás köztünk az árok, lyukas ingemben szívemig látszok. Testem széjjel szórva, éjjben szalmazsákok, leégett teli hold udvarában állok. Mandulás két szemem fogyó arányába, meglátszik szétosztott mosolyom hiánya. Úgy vagyok, mint a kő, el kell, hogy dobjanak, vigasznak túl kevés, támasznak ingatag. Mert két méter hallgatás köztünk az árok, lyukas ingemben szívemig látszok. Testem széjjel szórva, éjjben szalmazsákok, leégett teli hold udvarában állok. Mandulás két szemem fogyó arányával, meglátszik szétosztott mosolyom hiánya. Úgy vagyok, mint a kő, el kell, hogy dobjanak, vigasznak túl kevés, támasznak ingatag. Pávatól és emlékezett, amikor ezt a címet megláttam, olyan jót mosolyogtam, hogy Adi is írhatott volna ilyet, arról a püspöki kertről, ami ott volt Nagyváradon, ott voltak pávatollak, hát nem, pávák laktak a kertben, és az emlékezet, amely Adit ott bizony nagyon birizgethette annak idején. Na nézzük csak ezt az Adis című verset. Gyerek kékje felett alszik a bús emlékezet, azt álmodja, szebb a kék, de százszor szebb a messzeség. Még szebb a zöld, ha párja kék, a többi pára semmiség. Messzi ország, oly tiszta kék, ott élnek a bús esztikék, ott él sápad, vidám, szemes lányoké az emlékezet. Kék szebb a zöld, a párja kék, a többi pára messzeség. Óceánok mélye felett esztike és eszter mereng, álmodjál, hogy kék az ég, pávatól a messzeség. Kagyló az ég, szivárványos, nem halunk meg soha, lányok. Ez egy festős vers is, ha belegondolunk, hogy a
komplementer színeket használja a költő, a kiegészítő színeket, hiszen miből lesz a zöld? Hát a kékből meg a sárgából. Rögtön így kezdít. Két ecsetvonás föl, és már is, hogy írja a verset, hogy még szebb a zöld, ha párja kék, a többi pára semmiség. És már is ott a pára, amely kifakítja. Na, hogy ne keresgéljük a képeket. A metaforák és a színek, az állandó képrendszer az adja a költemények erejét. Csak írom a verseket, csak írom, írja a költő a vers elején. Jól vagyok. Igazából én is jól vagyok, hogy az ötödiket mutatom. El ne felejtsék, hogy mit ígértem. Hogy még egyszer vesszük ezeket a dalokat, és akkor mindenki énekel majd, hiszen azzal fogjuk kitölteni meg a rossz akusztikájú teremnek. Itt a barátom, aki ért a színház termekhez, Szőlősi Pista, ő bizony mondta, a Jóskám, nagyon rossz lehet, nagyon rossz az akusztikája. Mondom, sok szép gömbölyű test majd itt bent lesz a teremben, és az akusztika jól megjavul, és így is van. Ugye mindenki hallja a dalokat, bízom benne, hogy a taksot is. Csak írom itt a verset, jól vagyok. Csak írom itt a verseket, nem érdekel, hogy ki szeret. Van pálinkám, hát jól vagyok, csókoltatom a holnapot. Szögletes hold az égen, szétdurrant csillagok, ne kérdezd, merre járok, ne tudd meg, hol vagyok. Elcsatolnak holdat, csillagot, folt hátán foltos holnapok. Kerítnek gűzlő kankutyák, tótból kötélből kancsukák, új idők póker embere, csere ide, csere oda. Elcsalnak hold a csillagot, folt hátán foltos holnapok. Van ki úgy lopja a hazát, hogy strici lopja a macát, hétfőn, kedden és pénteken, csak írom itt a verseket. Van párinka, hát jól vagyok, csókoltatom a holnapot. Van ki úgy lopja a hazát, mint strici lopja a macát, hétfőn, kedden és pénteken, csak írok itt a verseket. Van párinka, csókoltatom a holnapot. Szeretettel köszöntök mindenkit. Egy néhány dolgot szeretnék, de majd leülök mondani Eszterről. Veca volt az, aki megkért arra, hogy egy kicsit emlékezzek az édesanyjáról, az együtt töltött évekről. Ugye mi a kezdetén kerültünk kapcsolatba, de majd szólok róla, de ha megengedik, megengeditek, én is leülök. És hát nem könnyű időutazásra kért Veca, már egy hete lassan minden éjfélkor bejön a párom és kérdezi, hogy miért nem fekszel, mit csinálsz? Mondom, készülök az államvizsgámra, mert legalább olyan izgalommal töltött el, hogy ugyan miket mondhatnék el én Eszterről. Nyilván nem irodalmi elemzésekbe fogok bocsátkozni, hiszen nagyon sokan megtették ezt. Olyan irodalomtörténészek, akik irodalmárok, akiknek a szavára ugye mi is odafigyelünk, és hát az ő szájukból hitelesek ezek a megítélések. Aztán végül arra gondoltam, hogy veszek egy-egy kötetét, ahogy jöttek, és az ahhoz fűzött ajánláshoz mondok egy-egy történetet. Tehát mi úgy találkoztunk, hogy én a művelődési házban dolgoztam, akkor még Nyári Laci volt a művelődési háznak az igazgatója, és egyből érettségi után oda kerültem, és a Csikós Ifjúsági Klubot kaptam meg, aminek az lett a vége, hogy egy szűk év után közölték a szüleim, hogy hát ez nem 18 éves lánykának való, hogy minden este 10-11-kor megy haza, és hát ugye el kellett vennem a szeretett ifjúsági klubomból, és az egyik este, mikor már így
köszönöm. Amikor már a klub köszöntem el, megjelent Eszter. Én akkor láttam őt életemben először, és hát ott ugye megbemutattam a klubnak, bemutatkoztunk egymásnak, és úgy hozta az élet, hogy már akkor este, tehát olyan lett a találkozásunk, mint amit az elköszönésben is írtam, hogy a sors egyből leosztotta a szerepeket, és én azonnal a nővére lettem, én 18-19 éves voltam, ő meg már 26. Nekem kellett róla gondoskodni, és ez a kapcsolat, ez egy életre megmaradt köztünk. Eleinte nagyon szoros volt, utána pedig, tudják, biztosan mindenki van így, hogy vannak olyan kapcsolatai az életben, barátok, ismerősök, akikkel, ha találkoznak néhány év után is, pont ott folytatják, ahol előtte abba hagyták, és ez a fajta kötődés megvan köztük, hogy tudja, hogy a másikra mindig számíthat, és ha baj van, ha másnak nem, hát neki biztos szólhat. És ez a tudat, hogy van, már az elég ahhoz, hogy ez így legyen. Én azt gondolom, hogy mi így voltunk Eszterrel, bár én voltam az, aki ebbe a kapcsolatba így jutott. De hát ez Eszter személyiségéből fakadt. Nos, mi 75-ben, ugye 76-ban találkoztunk, ez nem egy könnyű időszaka volt, ugye Eszternek, hogy itt Klárika nagyon szépen elmondta, és azért én egy picit majd vidámabbra fogom venni, mert Eszter egy vidámabb ember volt, attól függetlenül, hogy a sors ilyen nagy, nem is tudom minek mondjam, méréseket, kihívásokat tett rá, azért ő alapvetően egy nagyon jókedvű ember volt, és hogy itt mondta Klárika, hogy az utolsó 4 évében már nem dohányzott, és eldohányozta hangját, Eszternek pont ilyen dohányos hangja volt 26 évesen is, és én például, hogyha a verset olvasok, én mindig csak az Eszter hangján hallom ezeket a verseket, nagyon sok verset elolvasott, miután őneki volt egy szolgálati lakása, most ugye a zeneiskola, és ott van az az ajándéküzlet, és az volt az ő szolgálati lakása, és akkor ott mi éveken keresztül szinte mindig ott találkoztunk, nagyokat beszélgettünk, bulisztunk, éppen ki volt a vendég, és hát megvitattuk a világ dolgát. Rám is sokat hatott ez, hiszen olyan emberekkel találkozhattam, hogy egyébként nem találkoztam volna, hiszen Eszter már akkor benne volt abba a szépírói körbe, Bíró Jóska, és sokan ott voltak, ugye Ladányi Mihály is 2 év múlva megjelent a színen, hogy azért a mi gondolkodásunkat is ez erősen formálta. Volt ez a kis írógépe, itt ki van állítva, és hát folyamatosan olvasta föl a verseket, de Ilonkáék ti is erre azért jól emlékeztek. És akkor az első kötete, Mosoly maradék címmel, azért bemutatom, hogy azért az is jelenjen már meg itt köztünk. Jelent meg 1995-ben. Előtte, ahogy Klárika is mondta, a kortársnak, a mozgóvilágnak és egyéb megyei néplap ide-oda küldözgette a verseit, és szépen sorba közölgették is azért ezeket. És akkor jött ez az első kötete, aminek a szerkesztője Körmendi Lajos volt. Nem véletlen, hogy Körmendi Lajos, majd erről is mesélek. A Karcagi Kaszkadőrnek szeretettel és imádattal Dienes Eszter. Ezt így dedikálta nekem ezt a könyvet. Ennek az volt a lényege, hogy ugye a mozgóvilágban nagyon sok verset írt, és ugye Alexa Karcsék majd 1999-ben, ha jól emlékszem, mozgódíj, névódíjjal ki is tüntetik. Nagyon sok versét közölték le, és hát akkor ők is jártak így minden fele találkozókra, és hát azért ott is megjelent egy szellemi műhely, mert már azért az az időszak volt, amikor már a váltás, a változás is benne volt a légkörbe, és felhívott Eszter, hogy őnek ide el kell mennie, de hát már nem fog odaérni. És akkor apukáméknak volt egy nagyon szép kis piros ladájuk, és akkor elmentünk, és hát Eszter szerint gyorsan mentem, úgyhogy ez még sok hatásként néhány év múlva is, meg majd még később is emlegeti, és hát tényleg egy nagyon jó találkozót töltöttünk ott,
És ebben a versben, vagy ebben a kötetben van a Csontvarázsló című verse, ami az én kedvenc versem. Nem fogom elolvasni, mert nagyon hosszú, és ezt nagyon sokszor átírta Eszter, ezt nagyon sokszor hallottam tőle több változatban, és hát ugye 76-ban hal meg az anyukája, előtte már ugye az édesapját korábban elvesztette, de ő mindig is az édesapát hiányolta ettől függetlenül, és ebben vannak ezek a nagyon szép sorok, ez a kődarab, kőmagány, nem repül síron a kőgalamb, kőre ül. Itt maradt kőgalamb, kőapám, sírján a kőmagány, kőmadár. És akkor úgy fejezi be a képet, hogy kőgalamb, kőmadár, nem repül sírján, a kőmagány kőre hűlt. De az egész vers nagyon szép, és nem tudom, hogy én nekem ez már 19 évesen miért volt, vagy 20 évesen ez a kedvenc versem, de hát úgy látszik, hogy Lajosnak is tetszett a vers, és ebbe a kötetbe is beválogatta. Ezután jött, próbálom gyorsan mondani, ezután jött a következő kötete, a Holdvirágzás, amit, ha jól emlékszem, Serfőző Simon válogatott. Ugye tudni kell, hogy ebben az időben mi legtöbben a Népművelő Könyvtárszakon végeztünk, Eszter is, én is, Serfőző Simon is, és még sorolhatnám, hogy ki hányan, és ő onnan is ismerte, illetve a Tukai Írótáborban találkoztak, és hát egy nagyon szép antológiát készített Eszternek az addig újra megjelent verseiből, amit aztán nekem így ajánlott, hogy Kontos Marikának a közös munka és a közös múlt emlékére. Szeretettel, DNS Eszter. Ebben az évben jelentettük meg, mi pedig a Millenniumi kiadványunkat, a Probibliotéka Alapítvány, Csak a gyökér legyen erős, amiben Esztert is beválogattuk, és itt látható Eszternek egy fotója. No, ezt is dedikált, ezt nem is láttam. Kontos Marikának az ifjúság, a munka és a barátság jegyében. És ezt a fotót, ezt itt is látom, Vecsa is elhozta, ennek egy édes története van, és ez Barta Juli is ezt a fotót használta, ugyanis amikor készült a kiadvány, ugye minden szerzőtől kértünk képeket, és Esztertől is kértem, hogy hozzon már, de hát ő neki nincs, mondom, akkor megbeszéltem, és Zsuzsa készítette ezt a fotót, és de olyan gyorsan kellett, mert már a nyomdában volt minden, és ugye még nem volt fotóm, és mondta Eszter, de hát nincs frizurája. Hát mondom, Eszter, már most azt nem bírom megszervezni, valahogy old meg, és ha jól emlékszem, nyár volt, de nem is jó idő, és hozta ezt a téli sapkáját, és ez olyan jól sikerült, hogy utána egy másik kötetébe is bele lett téve. Igen, pont a Holdvirágzásban, és ezt választották egy másik profilból, és ezt nagyon szerette azután Eszter, úgyhogy leleményes volt, mert megoldotta a frizura kérdését, Zsuzsa pedig jó fényképet készített róla. És akkor még egy picit, de majd akkor jött a harmadik kötete, akkor inkább itt fogom elmesélni, ez a DNS Eszter szerető este versek Ladányi Mihálynak. Most ennek a kötetnek az is a jelentősége a mi részünkről, hogy ezt az alapítványunk, a Probibliotéka Alapítvány adta ki a Barbarikum kiadóval, mégpedig amikor összeállítottuk a Csak a gyökér legyen erős, akkor Esztert kértük meg, hogy segítsen már, hogy ki az, aki ebbe segítene nekünk, mert ugye mi ehhez nem értünk, hogy kell egy ilyen kötetet megszerkeszteni, hogy kell válogatni, és akkor ajánlotta Lajost, és akkor Nagy Jánossal, az akkori alapítványi elnökkel, mi el is mentünk hozzá Karcagra. Aranyos volt a lakásán, fogadott bennünket, és egy nagyon jó kapcsolat alakult ki azonnal. Körülbelül 5 perc alatt mindenben megegyeztünk, és akkor mondta, hogy ő nagyon szeretne kiadni egy verses kötetet Esztertől, de nincs pénze, hogy nem tudnánk-e megszponzorálni, és akkor mondtuk, hogy igen.
És akkor azonnal így nem gondolta, hogy ez így egyből történik, meg is történik, és akkor meg is született 2 évre rá, mint ahogy ezt ő megkérdezte, a kötet, ez a DNS Eszter szerető este, Marikának, legkedvesebb bábámnak, hálával és igaz szeretettel. Tehát ezt a kapcsolatot azért ezt úgy mindig így gondolta Eszter is, és a sors fintora, hogy végül is a Ladányi Mihály, mert akkor ugye nem mondta Lajos, hogy milyen kötet, csak hogy egy Eszter kötetet szeretne kiadni, és hát ennyivel akkor tartoztam én is Ladányi Mihálynak, mert hihetetlenül sok rossz barát megittuk, úgyhogy nagy barát volt, és ugye folyamatosan ellátott, mint a Jóska mondta, legtöbbször vette ezeket a rossz borokat, nem is csak a sajátját hozta, és hát akkor így legalább mi is törlesztettünk. Egy biztos, hogy nagyon szépek ezek a versek, és az irodalom történészek is úgy, vagy az irodalmárok is úgy emlékeznek meg erről, hogy Eszter méltó párja volt ebben a szerelmi lérában, mert oda-vissza írtak egymásnak, és tulajdonképpen a Ladányi versei, a Ladányi tovább élt az Eszter verseibe. Tehát párja vagy méltó kísérője volt a Ladányi ciklusnak, és tényleg nagyon szépek ezek a versek. És amikor ennek a kötetnek volt a bemutatója, akkor Körmendi Lajos elmondta, hogy úgy jellemezte Esztert, és az úgy megmaradt bennem, hogy ő a magyar Villon. És ebben nagyon sok igazság van az egész életére, az egész történetére, bár ugye mi 76-ban találkoztunk, és 80-ban már ő megismerkedett Tiborral, és egy picit más irányt is vett az élete. És ugye 81-ben milyen érdekes, ezt Veca megszületett júliusban, az én kislányom meg augusztusban. Tehát még ez is így párhuzamba ment, és azután, ahogy mi férhez mentünk, és a lányaink, kismamák lettünk, és a lányaink megszülettek, utána lett ez a kapcsolatunk ilyen távkapcsolat. Ugye egy más világ felé fordultunk, ugye az anyaság és sok minden, és ott egy nyugodalmasabb időszaka is volt Eszternek, míg a betegsége elő nem jött, és akkor egy kicsit kevesebb verset is írt, de ez a történet megmaradt, és hát ezeket érdemes elolvasni, mert nagyon jó, tehát jó humora is volt neki, itt a kollégák, könyvtárosok, népművelők, látom, sokan eljöttetek, ezt ugye mind tudjátok, hogy azért Eszter körül mindig történt valami, és mindig nagyon jó pofa dolgai is voltak. Sok mindenre képes volt, például itt a fotókon is látjátok, hogy Eszter egy fél év alatt képes volt 40 kilót hízni, 40 kilót fogyni. Hol gyönyörű, fit, vékony, és akkor tudtam, hogy mindig van valami története. Egyébként a Veca féle kismamasága is, ő neki itt az orvos nem engedte, hogy babát vállaljon, mert akkor már a vese problémái, egyéb bajai megvoltak, úgyhogy ő nem is vállalta, és Szegedre járt le, mert azt mondta, hogy arról szó sem lehet, hogy ő ezt a fiút nem fogja megszülni. És ő azért mindenben ilyen konok volt, nem tudom, Barta Julika írta, hogy eljön, nem tudom, hogy sikerült-e neki, de hát ők ezek a konok, tehát. És akkor, ha már így föl is vezettem Julikát, a következő kötet, amit Barta Júlia szerkesztett, az már egy válogatás, a Kinél az ítélet, az előző versekből, és ez Barta Júlia, akivel is szintén jó kapcsolatot tartott, illetve a Karcagi Írókörrel, és ezt a kötetet Júlia válogatta. Most, ha itt lenne, akkor meg tudtam volna kérdezni, hogy milyen szempontok alapján. Ide egy nagyon szép idézetet írt a kötetből Eszter. Marikának, könnyünk a hull, pergetünk gyöngyszemet, mi nem vagyunk bátor, csak vértezett. Ölel DNS Eszter. Nagyon szép, és örülök, hogy ezt a 4 sort gondolta így közösbe ránk. Aranyos egyébként, mert ezt a fiatalkori nevetős fényképét tették a
a kötet hátuljára, mint egy fintót vetve a sorssal. Időközben egyébként meghalt Körmendi Lajos, ami olyan traumaként érte Esztert, hogy fölhív engem, és iszonyatosan sír. Percekig nem tud megszólalni, csak zopog-zopog. És akkor próbálom fogadni, hogy mi történt Eszter, mi van. És akkor csak annyit mond, hogy meghalt, és akkor megint 5 perc zokogás. És akkor már teljesen kétségbe voltam esve, és kérdeztem, hogy Tibi, Veca, mi történt? Mondjad. És akkor, amikor mondja, hogy Lajos, akkor hát most nem azt mondom, hogy megnyugodtam, mert nyilván nagyon-nagyon sajnáltam, de annyira kétségbe volt esve, hogy azt gondoltam, hogy a szűk családjával történt valami, de aztán rájöttem, hogy ő neki Körmendi Lajos volt a, nem tudom, a pótapja, vagy tehát ő neki az is egy olyan erős kötelék volt, aki nélkül ezt nem tudta elképzelni a holnapot, és akkor megbeszéltük, hogy elmegyünk együtt a temetésére, hiszen közben már mi is többször meghívtuk őt író-olvasó találkozóra, és egy jó kapcsolat kialakult, egy személyes kapcsolat nekünk, a könyvtárnak, meg nekem is vele, és hát mondta Eszter, hogy jó, szól, majd megyünk, és akkor eltelt 3 nap, 4 nap, és akkor már hívtam, hogy na mi van Eszter, és mondta, hogy tegnap temettük el. És hát mondom, hát Eszter, megbeszéltük, hogy szólsz, de aztán rájöttem, hogy ő olyan állapotban volt akkor, hogy ezt, tehát ez végül is az én hibám volt, mert gondolhattam volna rá, hogy ő nem fogja ezt akkor megszervezni. Úgyhogy szegény Lajos így ment el, hogy nagyon nagy űrt hagyott maga után, de volt egy újabb támasza, akkor már ő elkezdett írogatni az esőbe is, még korábban, és Jenei Gyulával alakult ki egy ilyen kapcsolat. Jenei Gyula úgyis búcsúzott tőle a temetésén, hogy mindig a bátyának tekintett. És valóban ő, nem azt mondom, hogy pótolta, hanem ő lett egy ilyen második mentora Eszternek. És hogyha megnézzük, hogy kik állították össze a köteteit, hogy kik válogatták, vagy kik lektorálták, akkor azért az is jelzi azt, hogy őt az irodalmi körök elismerték, mert azért egy Serfőző Simon, egy Körmendi Lajos, egy Barta Júlia nem akárkinek adta oda a nevét, mint ahogy nem akárki adta oda a utolsó kötetének, ami szintén egy válogatás, ez az a lélekállás jelentés, ez az utolsó kötete, ami megjelent, ez is a korábbi versekből egy válogatás, amit Prasznoszki Mihály irodalomtörténész, kandidátus állított össze, aki mellesleg Debrecenben népművelő könyvtár szakon kezdte. Tehát ő is a, úgymond a mi körünkből indult. És akkor erre ugye azt írta, hogy Kontos Marikának együtt mentünk Arcagra, Körmendi Lajos egyik estjére, féltem a kocsitban, mert mindig beszéltél. Úgyhogy aranyos volt, ölel Eszter. Hát igen, de egyébként azt tudni kell, hogy Esztert nehéz volt túlbeszélni. Tehát Eszter is tudott, ugye, sokat, sokat beszélni, és hát örülök, hogy részese voltam, vagy részese lehettem az életének, és hát őt még egyszer kapott elismerést, mégpedig 2009-ben jubileumi Prima díjra jelölték, és ő azt kapta meg itt a kitüntetések közül. Mi lehet, hogy persze elfogultak vagyunk, de mi mindig úgy gondoltuk, hogy egy József Attila díj az kijárt volna neki, és egyszer el is indult erre egy törekvés, ami aztán nem is tudom, hogy miért csendesedett el, vagy maradt el. Tulajdonképpen ennyit szerettem volna mondani, és majd, hogyha itt a történet folytatódik egy kis beszélgetéssel, borozgatással, biztosan nagyon sok történet, meg anekdóta van még a kollégák tarsójába, és fogjuk tudni, hogy Eszternek volt egy
egy nagyon jó pofa, nagyon vitám arca is, és egy hatalmas nagy szíve, tehát aki abban nem fért bele. És hát azért 1980-tól, amikor Tiborhoz férjhez ment, azért Tibor adott neki egy olyan hátteret, egy olyan biztonsági pontot, ami akkor ott hirtelen le is állította még a verseléssel is, mert én egyszer kérdeztem, hogy miért nem írsz verset, tehát szerintem boldogan nem lehet. Tehát aztán ugye a kórház, a kezelések, a megpróbáltatások azért ezeket visszahozta, hál' Istennek, és én úgy tudom, hogy azért még vannak versek, amiket nem adott ki, és ezeket egyszer azért Vecának majd össze kell szedni, össze kell gyűjteni, és megtalálni azt, akinek szívesen odaadod, és majd ezeket rendezi, mert azt gondolom, hogy ez megilleti még anyát. Két verset fölolvasok, két ellentétes képrendszert. Az egyik a képernyő előtt, mindannyian az egyszemű szörnyeteg áldozatai vagyunk, már aki még nem dobta ki a televíziót, azokra gondolok. Aki már kidobta, ő már nem áldozat, úgyhogy tessenek szívesek felszabadulni a rabság alól. Nekem már csak a drót van a szobában, a másik szobában az anyósom nézi a televíziót, de csak az építős, a házát építős műsorokat nézik. Egész évben házat építettek, életükben házat építettek. Na de ez az én családom. Maradjunk a képernyő előtt. Dienes Eszter verse. Állnak a fák néma hóesésben, elgyönyörködnek egymás fejsebében, rafinált fegyverekből puskaszar fröcsög, egy virágszálon Isten füvek közt örög. Katonák ülnek hűlő házfalaknál, flitteres felettük az ég, tudják, hogy tegnap kitöltek meg, csak azt nem, hogy miért. Bepolyált virágszirmok libegnek csendes ágakon, iszonyú csend levedzik halált ringató bokrakon. Állnak a fák néma hóesésben, elgyönyörködnek egymás fejsebében. Döbbenetes, mintha most írta volna tegnap este ezt a képet, ezt a képernyő előtti képet. És az álló fákról és a futó időről így ír a költőasszonyságom. Megcsaltam többször a kedvest. Karoltam kívül, karoltam bent. Akárhogy volt is, nem volt elég se csók, se verés, se ölelés, se csók, se parás, se álomély, se megbocsátás, se békülés, mert kevés néktek és nekem is a lehetséges, s a lehet is, kevés nekünk az egyszeri, tovább kellene fejteni az életünk, az életet, zárolni garast éveket. Hinni, hogy mégis van csoda, és mindnyájunknak van hova szaladni, bújni, beesni, időnkbe tellik szeretni, állófákat, futóidőt megkövetni a szeretőt. Gyönyörű, gyönyörű. A kétféle vers van, én mint zeneszerző mondom, az egyiket olvasni kell, a másikat énekel. Most áttérünk a rendezvénynek a második rövidebb részére, és kérem igazgató asszonyt is, hogy jöjjön már ide. Tehát ugye azt tetszettek kapni a meghívót, hogy itt az olvasó udvarnak lesz a névadása és az avatása, és hát azért is emlékeztünk most Eszterről, hiszen ennek az udvarnak a nevet a költőnőről választották Kárikáink, aminek én nagyon örülök. Amikor átköltöztünk ebbe az épületbe, akkor én javasoltam a kollégáknak, hogy nem új dolog, hogy nevezzünk el termeket olyan emberekről, akik valamiért fontosak a szívünknek, és szeretnénk, hogyha a köztudatba forogna nap, mint nap a nevet. És akkor mondták elsősorban népművelő kollégák közül, hogy hát az 5-ös vagy a 31-es máshogy hívni nem lehet, hiszen ezekhez ugye oda kötődött egy tevékenység, és hát akkor úgy ott el is maradt, de hát itt már nem volt 5-ös meg 31-es, és akkor elkezdtük elnevezni sorba a termeket, és hát még van a sorba hiány, meg majd fog folytatódni, és most jött el az ideje ennek az olvasó udvarnak a
az elnevezéséhez, aminek a kialakítása már folyamatban van. Részben, amikor ide költöztünk, nagyon sokat segített Szabó Péter képviselő úr, akitől sok kerti bútort kaptunk, és a legszebb dolgot, ami az udvarban van, Simon Ferencnek a kis szobrának is segítettek azt a jó lemszemelekes pistájékkal a talapzatát elkészíteni, és hát úgy gondoljuk, hogy ennek az olvasó udvarnak méltó neve, amit nagyon örülök. Én ugye Eszterkertnek szerettem volna, de még akkor polgármester úr építészként elég összenyomorították az udvart, meg lebetonozták, úgyhogy kert nem lett belőle. De mikor az első tervek belettek adva, akkor még szép kis kert volt, és akkor hát az még a látványterv a pályázathoz, és ahogy kellettek a helyek a különböző funkciókhoz, úgy szűkült, úgyhogy még Imrével kert volt, aztán már a következő tervezővel már beszűkült, mert hát kellett a hely másnak, de ennek is nagyon örülünk, mert nagyon szép, és hát ezt még további lakályossá szeretnénk tenni, úgyhogy köszönjük szépen, hogy ezt a nevet választottátok, és nagyon örülök, és hát nem Eszterkertnek, hanem DNS Eszter olvasóudvar, és mivel ez a rendezvény közös az alapítvánnyal, és ahogy itt a kis történetből is kiderült, hogy azért Eszter életébe is belefolyt az alapítvány, és egy-egy író-olvasó találkozót, vagy akár egy kiadványt is segítve, így most eljött a mi elnökünk is, Balla Imrét szeretném bemutatni mindenkinek, és egy gondolatot szeretném is szólni, így befejezésül. Jó estét kívánok! Tisztelt jelenlevő, én hallatlan megtisztelve érzem magamat, hogy körünkbe lehetünk. Három dolgot szeretnék odaként lezárni a rendezvénynek kapcsolatosan. Egyik az, hogy tulajdonképpen Miklósi lévén mindig nézegetem azt, hogy régebbi korokban vagy köztünk lévők közül ki is, hogy él, mit csinálta, milyen tevékenységei voltak. És ugye, hát olvasgattam tehát nézegettem, egyszer kaptam egy kötetet, és elolvastam, átnéztem, és rögtön nagyon jó, hogy így is mondhatom, hogy úgy? Neked mondom. Tehát Józsi is velük van, mert én nagyon szeretem a verseket, és katonakoromban repülőgépnek a szárnyán rengeteg Guillaume verset olvastam. Na most, mikor elővettem ezt a kötetet, beolvastam, nézzem már, ez az én hangulatom, az a lázadó, 18-20 éves korról van szó, nyilvánvaló, a lázadó ember jött elő belőlem, ami 18-20 éves koromban benne volt. Meg is fogott azóta, majdnem minden kötete meg van már nekem is, mióta ez az esemény megtörtént. Ez egyik személyes élménye. A másik dolog az, amit nagyon fontos hangsúlyoznom, hogy én nekem rettentő szimpatikus az, hogy a művelődésház majdnem minden termének, vagy támásom, vagy minden termének valami neve van. Valaki ezt csatolható, köthető, és ez olyan bensőséges dolog, nem? Ha végig gondolom azt, hogy ide egy családba jövünk, vagy egy Miklósi közösségbe jövünk be, és nagyon szeretném, hogyha iskolákba, központi létesítményekbe, Tisztaföldváron is van egyik általános iskolában, Pappertalan osztály, aki egy olimpikon volt, és büszkék arra a gyerekek, hogy az közöttük volt. És ez, itt is mi Törökszent Miklósiak büszkék lehetünk arra, hogy volt közöttünk olyan ember, akire felnézhetünk, és hát egyáltalában miénknek tudhatjuk. A harmadik dolog pedig az, hogy úgy gondoljuk, hogy tényleg szép ez az olvasóudvar, tegyük szebbé, és a Probibliotéka alapítvány úgy döntött, hogy 200 ezer forinttal támogatja azt, hogy az udvart még modernebb és szép és jobbá tegye, és magam részre pedig a szimmatikáért és azt kérem, hogy érezzék jó magukat az olvasó udvarban, hozzák el ismerőségeket, barátokat,
barátjaikat, és érezzék jól. Köszönjük szépen! Hát akkor még, ha nem is az utolsó szó jön, de én is akkor szeretném megköszönni ezt a délután. Sok izgalommal és nagyon izgatottan vártuk. Tervezgettünk, úgyhogy nagyon sok mindenkinek a ötlete, anyagi, erkölcsi támogatása benne van, és nem sorrendben, de köszönöm szépen először is a bútorokat, a Szolidaritás Alapítványnak, a helyi csoportvezetőinek, a Juhászné Elek Erzsikének. Nem tudom, hogy el tudott-e jönni, mert ezt tegnap sikerült megszereznünk, és próbáltuk ezt a milliót ide varázsolni. Úgyhogy ez nekünk nagy segítség volt. Nagyon köszönöm Milei Bolyának, személyes régi barátnőmnek a közös együtt gondolkodását, illetve akkor ezen a gondolatmeneten tovább fűzném, hogy készül egy nagyon szép tábla Ibolya keze munkájából. Nyilván most ezt nem avatjuk, mert nem is erről van szó, de szépen időben ott az udvaron el lesz helyezve, és azt gondolom, hogy amit most itt megköszönök még egyszer az alapítványnak és elnök úrnak, ezt a nagy lelkű támogatást, és nagyon köszönöm a sorrendben, biztos most mondhatnék még sok mindent, kit és sok minden, de Beca, ha el tudom mondani, nem biztos, majd ez lehet, hogy négy szám köz, de köszönöm neki a barátságát, köszönöm azt, hogy megengedte ezt nekünk. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien eljöttek. Igazából nem gondoltam volna, és én tartozom köszönettel. Neked is, Marika, és a Kultúrközpontnak is, és hogy én köszönöm.